Több mint fél éves késéssel az elmúlt héten elfogadta a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága a Vidám Színpad KHT 2000. évi mérlegét és számviteli beszámolóját. A korábbi könyvvizsgálói jelentés hiányos volt, és több részében nem felelt meg a számviteli törvény rendelkezéseinek. Ezután a bizottság megbízott egy független könyvvizsgáló céget egy új beszámoló elkészítésével, amelyet a testület egyhangúan elfogadott. Így a jelenlegi ügyvezető igazgató Bodrogi Gyula is megkapja a tavalyi éves munkabérének megfelelő prémiumát. Az elmúlt években a Fővárosi Önkormányzat két vegyes tulajdonú színházi közhasznú társaságot hozott létre, a Vidám Színpad KHT-t és a Mikroszkóp Színpad KHT-t. A KHT vezetőinek érdekeltségét úgy akarták megteremteni, hogy 49%-ban a társaság tulajdonosává tették. Ez az elképzelés azonban hibásnak bizonyult, és ezért a Kulturális Bizottság azt a javaslatot fogja a közgyűlés elé terjeszteni, hogy a jövőben csak egyszemélyes önkormányzati tulajdonú KHT-kat alapítsanak, illetve a vegyes tulajdonú társaságok esetében vásárolják ki a magánszemély társtulajdonost. A Vidám Színpad esetében ez nem sokára bekövetkezik, hiszen hosszú egyeztetések eredményeképpen a főváros közel 2 millió forintért a névértéket a KSH által hivatalosan közzétett infláció mértékével megnövelve vásárolja meg Bodrogi Gyula részét. A színészdirektor december 31-i lemondására tekintettel még az idén döntenek az igazgatói álláshely betöltéséről. Népszabadság, december 14-e. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez a műsorunk felvételről megy, úgyhogy kérem, ne próbáljanak telefonálni. Bodrogi Gyula elfoglaltsága miatt döntöttük úgy, hogy a szokásos élőadást most felvesszük néhány órával műsorkezdésünk előtt. A hír igaz ezek szerint, hogy december 31-ével megszűnik a Vidám Színpadi direktori státusz, vagy most mi van, tessék mondani? A hír igaz, december 31-én, szilveszter estén, a szilveszteri műsorban éjfél előtt néhány perccel fogom átadni annak, aki most a pályázatok során eldől, hogy ki lesz a folytató, annak az ügyvezető igazgatói kulcsot. De maradsz továbbra is a színháznál? Hát maradok, hát játszol. Persze, hát van mindenféle lehetőség, megvan rá, úgyhogy játszani, rendezni továbbra is ugyanúgy, mint eddig, ebben a színházban, más színházban, tehát csak az ügyvezető igazgatói helyzet az kerül át, és a főváros felajánlotta, hogy megvásárolja a tulajdon, a KHT tulajdonosi 49%-ot. Hát az előbb is mondtuk. Az előbb elhangzott. És... Sőt, hát hozzá lehet tenni, hogy létrehozunk ennek kapcsán egy Vidám Színpad örökös tagsága címet, ami három fő lehet. És akkor együtt alakítassam, mert Schiffer János volt a Fővárosi Önkormányzat főpolgármester helyettesítek, a kulturális ügyekért is felelős. És az első örökös tag az a művész úr lesz, tehát... Ez a féle fájdalomdíj lesz, vagy vigaszdíj? Nem vigaszdíj, én azt gondolom, hogy elismerése annak a időszaknak, és nem az egész pályának, hanem ennek a igen kemény időszaknak, ami a KHT időszakában volt. Mert tényleg úttörő feladat volt, ahol nagyon sokat kellett mindannyiunknak tanulni, ugyanúgy Bodrogi Gyulának is, meg nekünk is, hogy mi is ez a KHT, hogy lehet legjobban működtetni, és ezek a tapasztalatok nagyon értékesek voltak, amelyeket szereztünk. Tehát én azt gondolom, hogy mert voltak mindenféle sajtóhírek, és sajnos a sikeres darabról kevesebbet írnak, mint hogyha van valami kis zűr, tehát ezzel ezt is szeretnénk, hogy ez egy eredményes időszak volt, és számunkra, meg számomra is, hogy mondjam, saját felelősségembe is, nagyon fontos Bodrogi Gyula személyisége és művészete. Én pont egyszer riportot készítettem nálad, valamiféle riportot, vagy rádióriportot, valamit, amikor a igazgató irodában újságoltat, hogy KHT lesztek, és milyen nagyszerű dolog, és még emlékszem, hogy a Straub Dezső is akkor bejött az irodába, és gratulált, és fel voltatok dobva, és vidám volt mindenki. Mindezt csak azért mondom, mert most, amikor készítettük ezt a kis felvételt, az előbb látott felvételt a Vidám Színpad társalgójába,
Hát eléggé, hogy úgy mondjam, kicsit szomorkás volt a hangulat. Tehát én úgy érzem, mintha egy picit a vidám színpad kifele nem, de belül egy picit szomorú lenne. Én nem mondanám azt, hogy szomorú, csak egy ilyen helyzet, amikor egy ilyen változás van. Ugye hát ott 20 év azért az borzasztó nagy idő színházban. Hát 1982. Igen, 82 január 1-től. És most 2001 december, hát a pontosan 20 végig csinált év, közösen végig csinált év, együtt végig csinált év. Most itt inkább a bizonytalanságot érezhetted, mint a szomorúságot, mert szomorúságra, remélem, hogy ez így lesz, szomorúságra nem lehet okuk azoknak, akik ezt a színházat csinálják, de az, hogy bizonytalanok, hogy vajon ki lesz, hogy lesz, amit még mi se tudunk, ma se, amit ugye azért hangsúlyozok ilyen erősen, mert egy ilyen pályázat után mindig az a vélemény szokott felkapódni, hogy ilyen bunda, olyan bunda, nem, előre. Nem, utána, előtte is. Már előtte, hogy előre el van határozva. Ugye biztosan tudja, nem tudjuk. Lehet, hogy mindenkinek, minden ott lévő zsűritagnak, meg mindenkinek van egy sajátos elképzelés, hogy ki lenne a legjobb. Ez természetes. De hogy ez nincs még megbeszélve, egyelőre még engem például nem akart befolyásolni senki azok közül, akik a döntésben részt veszik. Erre mindjárt majd sort kerítünk, csak hát Várhegyi Andreát még nem mutattuk be, társadalmunk egyetlen hölgy tagját, akinek újságíró kolléga, ráadásul évek óta ismerjük egymást, úgyhogy ha tegeződünk a nézőktől, ugye megértésüket kérjük. Hát te sok évig voltál a sajtósa, a reklámfőnöke, nem tudom milyen a Vidám színpadnak. Én azt hiszem, hogy inkább barátjának vallhatom magamat a teátrumnak, mert hogy engem többféle szál is fűzött ehhez a színházhoz. Természetesen Bodrogi Gyulához elsősorban, hiszen nem árulok el titkot, ugye Gyula, hogy még a húgával iskolatársak is voltunk, én gyerekkorom óta ismertem őt fiatal színészként is, és nagyon örültem annak, amikor büntetésképpen az egyik munkahelyemen a kulturális rovat vezetője szinte rám sózta a Vidám színpadot, mert azt mondta, hogy nem tartja egészen a kulturális élethez tartozónak, és foglalkozzam én csak a könnyű műfajjal, a mikroszkóp színpaddal és az operett színházzal. Bizony Isten, mondom neked, Árpi, hogy nagyon örülök, hogy így történt. Én ebben a színházban egyébként azt kívánom hangsúlyozni a múltra visszatekintve, hogy abszolút emberléptékű volt. Én úgy éreztem, hogy az ott fellépő színészek tényleg egy kicsit, most ez közhelyként hangzik, de családjuknak tekintik azt a társulatot, ahová tartoznak. Én is ahányszor betoppantam oda a társalgóba, mindig ezt éreztem. Szóval jó érzés volt oda menni a büfés nénihez és egy linzert venni tőle, és láttam, hogy jött be jobbra-balra mindenki puszi. Nagyon kedves és nagyon klassz hangulat volt, és azért mondom, hogy most, amikor viszont most ott voltam, valahogy egy olyan picit olyan kuplungfék vissza, szóval egy várakozás. Hát ez szerintem ez érthető, mert a várakozás, ez az, ami érthető, mert mindenkinek van valamilyen elképzelése, hogy most 20 évet mindenki, nem a fiatal gyerekek, akik ott voltak, de az idősebbje 20 évet eltöltött. Azt is tudjuk, hogy a mai világban 40 fölött az összes többi munkahelyen is hallom a panaszokat, hogy ja Istenem, mi lesz. Színház, de ez nem így van általában, de nem mondhatja magát senki, hogy most kezdő fiatal színész vagyok, aztán most bele az életbe, majd lesz valahogy. Tehát ezt a hangulatot érezhet. Meg hát elmúlt fél évben azért sok minden fölröppent. Tehát fölröppent az, hogy mi el akarjuk adni az egész házat, mind a két színpadot, autószalont, vagy nem tudom, bútorboltot akarunk belőle csinálni. Természetesen megzavarta az embereket, mert hát elbizonytalanítja, meg hát egy új személy is elbizonytalaníthatja, hogy tart-e rám igényt az, ami éjszak jön, vagy nem tart rám igényt, tehát ez biztos feszültséget okoz. De hát mint a kiírás is mutatja, hogy mi a Vidám színpadot akarjuk továbbra is, azokat a hagyományokat, amelyek az elmúlt 10 évben, vagy az elmúlt 60 évben a Vidám színpadhoz kötöttek, és hát nem mondhatom el, akik pályáztak már az ővel egyezésükkel, de azért most már 9 pályázó van, és azt kell mondanom, hogy nagyon nagy nevek. Majd megpróbálok majd barkóbázni még a műsorban, de arra kérlek benneteket, illetve kedves vendégeinket és a nézőket is, hogy hát ugye van még egy közhasznú társasága ennek a műfajnak, ez pedig a mikroszkóp színpad, ahol a nagyszerű Sas József és csapata
arat sikereket estéről estére. Hát ő is KHT formátumban működik. Nézzük, hogyan. Mennyibe kerül havonta mikroszkóp színpadot csinálni? Hát így érdekes, így még nem számoltam ki, ez egy érdekes kérdés. Azt tudom, hogy mennyibe kerül egy szezon alatt, és azt is tudom, hogy egy naptári év alatt mennyibe kerül. Azt is tudom, hogy mennyi az állami támogatásunk, mennyit kapunk a fővárostól, és mennyi a jegybevételünk. És azt is tudom, hogy mennyibe kerülne egy jegy akkor, hogyha nem kapnánk támogatást. Na most ezek összességéből alakították át a KHT-t, amit önmaga a KHT, mint közhasznú társaság egy érdekes és izgalmas próbálkozás lett volna, mert egy szabadabb gazdálkodási lehetőséget biztosít. A támogatás összegét negyedévenként kapjuk, tehát könnyebben tudunk mi is gazdálkodni vele. Azon kívül felszabadította azt a lehetőséget a gazdálkodásba, hogy könnyebben lehet cégekkel, szponzorokkal tárgyalni, és másképpen jön be a pénz. Azonban mindez csak lehetőség. A gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy nem ezen múlik. Egy dolgon múlik a színház, mint minden színház, ma még Magyarországon, hogy milyen támogatást kapunk. De a kérdésem még mindig ugyanaz, hogy körülbelül mennyi havonta? Hát ezt el kell osztani az eddigi támogatásunkat, ami 53 millió volt egy egész évben. Ahhoz hozzá kell venni a körülbelül 17 millió forintos saját jegybevételt. Hozzá lehet venni a szponzori támogatásokat, és akkor ezeket el kell osztani. És ezeknek megvan egy bevételi oldala, és ezzel szemben van a kiadási oldala. Gondolom, hogy azért van villanyszámla, van takarítás. Hát ez a rezsiköltségünk. A ezek műszak, a rezsiköltségünk. A művészek. Ezek a rezsiköltségek. Na most így, hogy nálunk 1400 forint egy jegy, és bizonyos pesti színházaknál 6-700 forintért is lehet hátul ugyan, de jegyet kapni sztárművészekre, akkor el kell gondolni, hogy milyen nehezen működünk. Arról nem beszélve, hogy az elmúlt 3 éve, mint közhasznú társaság kaptunk egy bizonyos kerek összeget állami támogatásként. Semmilyen infláció követő összeget ehhez még nem kaptunk. Sőt, olyan is előfordult, hogy a fenntartási költségeket, ami nem minket terhelt volna, hanem a főváros, azt is nekünk kellett itt-ott kiegészíteni. Tehát 49%-ban a mikroszkóp színpad társulata, vagy Sas József a tulajdonosa? 49%-ban ennek a megalakított KHT-nak, a mikroszkóp színpadnak 49%-ában én vagyok a tulajdonos. De ez az elmúlt 3 évben kiderült, hogy ez azokkal az előnyökkel teljes mértékben nem jár, mint ahogy ezt elgondoltuk. Meg kell nézni, mi van kiírva nekem ide a bejárati ajtómra. Sas József mecénáskutató, művész. Máshol meg szponzor, kutató és kolduló érdemes művész. Hát ez az igazi beosztásom. Na most tulajdonképpen teljesen mindegy, minek nevezzük ezt a támogatást. Valamikor ezt úgy hívták, hogy szubvenció. Én nekem úgy is hívhatják, hogy tarhonya ültetvény. Nekem teljesen mindegy, mi a neve. Ha nincs megfelelő összeg ahhoz, hogy működjön a színház, akkor az nem fog működni. Előbb-utóbb az bedöglik. Nem beszélve arról, hogyha a többi színházal egy versenyhelyzetben vagyunk, bizonyos sztárművészeket nem lehet megkapni olyan összegért. A televízió egy iszonyatos versenyhelyzetet teremt. De óriási szerencséje volt a mikroszkóp színpadnak, hogy a TV2-n ott lehet a Saskavaré. Nyíltan megmondom, hogy ha ez nem lenne, akkor már mi megfelek lettünk volna. Szóval ez egy óriási szerencse volt. És még valami. A rendszerváltozáskor itt még a magyar cégek jó része magyar kézben volt, és magyar PR-esek, PR-osok csinálták. Tehát tudták azt, hogy ennek mi a PR értéke ennek a színháznak. Most közben a cégek változtak, átvették a koreaiak, átvették a itt-ott amerikaiak, meg olyanok, akiknek ez nem jelent semmit. Tehát magyarul a szponzorok fogynak. Fogynak a támogatók. Akár milyen jó a színház, tényleg népszerű színház vagyunk, hát most én mondom, ez nem egy kellemes tényleg dolog, így van, de ez hogy erősítsen meg. De ebben minket a TV2, ha nem segített volna,
akkor hiába népszerű a színház, ma már a tévéreklám nélkül ez igazán nem működik. Most itt vagyunk a pesti Broadway-n, a New York-i Broadway-ra gondolok hirtelennyiben. Igen. Ott is mondjuk, van egy azonos típusú kis színház, igen, ahol valamilyen módon a színi direktornak előadásról előadásra, vagy évadról évadra, vagy hétről hétre össze kell szednie a pénzt. Ő honnan szedi össze? Igen, van egy óriási különbség, és a kettőt nem is lehet még példakedvér se hasonlítani. Van egy olyan keresőképes, fizetőképes közönség, amelyik ki tudja fizetni az ottani árakat. Én a Macskák című előadást 35 dollárért láttam ott. Na jó, csak valahol... Na most ezt a mikroszkóban, ez ma Magyarországon, az a nézőközönség, így is egy nagyon nagy része, legyünk őszintén, kiszokik. Azok a tanárok, akik még valamikor a rendszerváltozás előtt tudtak színházba jönni, az a keresőképes intellektuális réteg, amelyik ma csúszik lefelé, hát hiába, hát mi érezzük, mi hiába olvasjuk az újságcikkekbe a mesét, hogy most ez jobban él, meg ez jobban keres, hát a minibálbérből ki kell indulni, ahhoz képest nem tudják megvenni a jegyet, a milyenkét se, máshol se, magyarul. Egy jegynek körülbelül 16 ezer forintnakba kellene ahhoz kerülni, hogy ne kelljen állami támogatást kapnunk. A fenntartási költségek még úgyis megmaradnának. De a Csóti Józsi gazdasági igazgató a fillére kiszámoltuk. A 16 ezerből még épp hogy szolidan jönnénk ki. Tehát körülbelül a mi mostani állami támogatásunk, mert most a főváros átértékelte, és ők rájöttek szóval arra, hogy ez a fajta támogatás, amit eddig kaptunk, hogy nem infláció követő, és kevés is volt. Eleve, mikor elindultunk összehasznú társaságként, visszavettek a támogatásunkból. Tehát ez tovább nem mehetett. Ezért most például most fölemelték az állami támogatásunkat. Tehát most többet fogunk a fővárostól kapni a jövő szezontól, pontosabban a jövő naptári évtől. És azon ritka a színházak közé tartozik a mikroszkóp színpad, ha jól tudom, ahol még ráadásul sikerült az elmúlt napokban jutalmat is osztani. Igen, kitaláltunk egy olyan formát, hogy jutalmat tudjunk osztani, ugyanis igazán nem lehet, mert a köztaszú társaságban vissza kell forgatni mindent. Vissza is forgattuk, de van egy olyan plusz munka, amit most a szilveszteri kabaré kapcsán csinál a társulat. Egy olyan plusz fölvételünk van, ami hát nem volt benne a rendes munkaidőben, és hát erre tudunk fizetni, nem jutalom címen, de kifizettünk egy bizonyos összeget, úgyhogy tegnap egy nagyon szép kerek kis ünnepség volt, ahol baráti készfogásra mindenki kapott egy igen pici és nagyon szerény összeget. Nem fedezte a 13. havi bért. Hát az elmondottakhoz még csak annyit, aztán utána beszélnek az illetékesek, hogy Zsigmond Julika, a Vidám Színpad mindenese művészeti titkára elküldte nekem ma délelőtt faxon a Vidám Színpad egy havi költségvetésének az összegét, amit ő kiszámolt, és ugye ebből az derül ki, hogy a színészek összességében 63-an dolgoznak egyébként a színháznál, a Vidám Színpadon, a színészek 8,5 millió forint körüli pénzt visznek el havonta, a rezsi több mint 4,5 millió, ehhez még hozzájön különböző kisegítő személyzetek bére, tehát úgy cuzámen 13 millió körül van, körülbelül 13-14 millió körül van havonta a Vidám Színpad kiadása, és ha ehhez azt vesszük, hogy negyed évente kapott a fővárostól 10 millió 500 valahány ezer forint támogatást a Vidám Színpad, hát akkor bizony nem volt könnyű helyzetben Bodrogi Gyula. Igen, hát én erre szoktam mondani, hogy a leggazdaságosabb színház Pesten a Vidám Színpad, akinek az állami támogatása, tehát a központi támogatása, az jóval alacsonyabb, mint a jegybevétele. Tehát van még ilyen színház, azt hiszem, talán a Madách Színháznál van hasonló helyzet, de az is, arányaiban az is. Azt figyeltem az arcodon, hogy amikor a Sas József beszélt, akkor mosolyogva és igen kedvesen hallgattad a szavait. Szeretitek egymást? Én, nagyon, nagyon. És mindig meg is beszélünk mindent. Ezt a KHT dolgot is megbeszéltük, mert én voltam az első ilyen úttörő KHT ügyvezető igazgató, és én leszek az első, aki átadom az ügyvezető igazgatóságot. Szeretek ilyen dolgokba első lenni. Bár nem biztos, mindig... hogy ez egy fényes siker. Ez nem, most. Nem, ez mindig a nehezen. Nem azt mondom, hogy ez bukás. Nem. Azt mondom, hogy valahol a dolog azért... Nem, szóval... tényleg, hogy... Nem, hát azt gondolom, hogy mert
azért én, minket átira izgat az, hogy mi ez a KHT, én azt gondolom a tévénézőket annyira nem izgatja őket, az izgatja, hogy van Budapesten kb. 80 színház, ami rendszeresen játszik, abból van a fővárosnak kb. 20 játszóhelye, és ezen kívül támogat még legalább 30-40 színházat, a többi pedig más formában működik. Az izgatja a nézőt, hogy jó előadások vannak-e ezekben a színházakban, meg tudja-e fizetni. Én azt gondolom, hogy jó előadások vannak, mert nem csökkent, hanem picit növekedett az elmúlt években ütemesen a színházba látogatók száma. Nincs ma Magyarországon olyan színház, ahol 70% alatt lenne a nézettség aránya, de talán még 80% alatt is sincsen. De azt lehet mondani, hogy minden előadás megy. Azt lehet mondani, hogy ma még megfizethetők a színházjegyek. Persze vannak különbségek, és azt gondolom, hogy ezt a különbséget fenntartani, tudatosan is fent akarjuk tartani. Igenis, azt mondom, hogy a Katona József Színház Shakespeare előadása az igenis legyen megfizethető, hogy az egyetemisták, középiskolások, a értelmiség, akiről Sass József beszélt, az el tudjon menni, és az a 800 vagy 1000 forint körül tudja megvenni a jegyet. És van a színházatnak egy olyan része, amelyik drágában is eladható. Hogy ne pesti színházat mondjuk, a Szolnoki Színház vendégszerepel most már a Táliában elég rendszeresen, a Amadeusszal, egy nagyon nagyszerű darab, nem lehet rá jegyet kapni, és a 4-5000 forint közötti jegyek is vannak, és ezek is mind elkelnek. Tehát azt gondolom, hogy változott 90 óta, nem csak a politikai rendszer változott, hanem a gazdasági környezet is változott, és ez volt tulajdonképpen az elején egy kicsit optimistábbak voltunk mindannyian, amikor azt hittük, hogy a színházban, mint intézményrendszerben, ahogy a háború előtt is beszállt a magántőke, hogy itt is be fog szállni. Emlékszem arra, hogy Gyulával is voltunk közösen olyan embernél, aki azt mondta, hogy be fog, és nem szálltak be a végén. Talán azért is, amit a Sass József is elmondott, hogy nem magyar PR szakemberek vannak, de nem csak azért, hanem az, hogy nálunk még a reklámot direkten akarják learatni a cégek. Tehát az a fontos, hogy kint legyen a tábla a színpadon, kint legyen a zászló, akkor ugye ennek van reklámértéke, az az image, ami azért van cég, amelyiknél megvan, hogy azt mondja, hogy én megengedhetem magamnak, hogy támogatom például a kultúrát, és ezt nem direktbe kell kiraknom a logómat, hanem ez egy, tudják, a környezetem tudja, az üzletfeleim tudják, az, hogy ez a cég olyan stabil, hogy ezt is megengedheti magának. Ugye azt mondta Sass József, hogy a riport bejátszásban, hogy hát ő neki kint van a tábla is az ajtán, hogy fővárosi mecénás, kutató, érdemes művész. Én azt hiszem, hogy ebben semmi szégyelnivaló nincsen, mert hiszen mi inkább ahhoz voltunk szokva az elmúlt 40 év során, hogy garantált pénzből lehetett működtetni egy színházat, mert gondolom, hogy a világ bármely országába megyünk, mindenütt hasonló módon kell csúnya kifejezéssel összedarizni, vagy összekoldulni, vagy összebarátkozni, vagy összevacsorázni a pénzt egy színházat. Igen, de én azt hiszem, hogy a többletet kell így, vagy kellene így előteremteni, az alaphelyzetet, azt mindenképpen meg kell adni, mert ezt a pénzt, ahogy a Jóska is elmondja, hogy mennyinek kéne lenni egy színházjegynek, ezt a pénzt tulajdonképpen a mai magyar közönség kapja, azért kapja, hogy ő olcsóbban vehesse meg, és mégis kapjon színházi előadást, tehát azt mindenképpen követni kell. A mi támogatásunk volt a Szentpesten a legalacsonyabb, így ilyen kőszínházak között, és én biztos vagyok benne, hogy az új helyzetben jön az új ügyvezető igazgató, egész biztos, ahogy látom a pályázatokat, kezdtem átolvasgatni őket, látom, hogy mindenki az alaphelyzetre gondol, tehát a legszűkösebb, legszegényesebb, és az minden esetben 30-al több, mint amit mi kaptunk. Én pedig azt mondom, hogy az én átadásom is azért történik meg, hogy a hozzám fűződő rossz szerződések, én rossz szerződéseket kötöttem, ez előfordul minden olyannal, aki újonnan csinál valamit, az infláció, stb. Ami kimaradt a szerződés, és egyébként is ezeket a rossz szerződéseket meg lehet szüntetni, mert egy új helyzetben egy új ember lehet új szerződést, és a mi tapasztalataink alapján jó szerződést kötni. Az, hogy mennyi őszhajszálat szerzett Bodrogi Gyula a direktorsága idején a Vidám Színpadon, rövidesen kiderül, most reklám. Mennyi hajszálat vesz?
kell nézni a reklámot? Nem, hát mindjárt jön a jelzés, mindjárt megyünk tovább. A pályázatok alapján egyébként kiderül, hogy maga a műfaj, úgyis mint humor, ez mindenképpen marad? Jaj, de előcsebb. Ugye ott hagytuk abba, hogy hány őszhajszálat szerzett Bodrogi Gyula, kijavítottál az előbb, hogy hány őszhajszálat maradt ez alatt az idő alatt. És közben, amíg beszélgettünk, Váradi Andrának támadt egy kérdése. Igen, mivel hogy nem ismerem a pályázati kiírást, és amint Schiffer úr is említette, 9 már megérkezett közülük, és nyilván az egyik nyertes lesz. Marad-e egyáltalán a humor jellege? Én nem azt mondom, hogy feltétlenül ugyanazt a formát vigye tovább az, aki Bodrogi Gyula helyére lép, bár nem lenne kár érte. Együtt írtuk ki a művészorról a pályázatot, tehát közösen szövegeztük, és alapfeltétel volt az, hogy ennek a műfajnak, a műfaji hagyományoknak a továbbitelét kell folytatni. Tehát marad a vidám színpad, buta is lenne az a városgazda, aki azt mondaná, hogy ebből legyen művészszínház, vagy nem tudom micsoda. Nem is céloztuk meg ezt, és a eddig beérkezett pályázatok között sincs olyan, amelyik ilyen irányba menne el. Vannak hangsúlybeli eltolódások, de nagyon soknál láttam Bodrogi Gyula nevét is a pályázók, tehát úgy írták, hogy igényt tartanak Bodrogi Gyulára, szeretnék, hogyha rendezne, ha művészeti tanácsadóként ott lenne. Tehát ez jelzi, nem egynél, hanem többnél láttam ilyent. Tehát ez jelzi azt, hogy ezeket a hagyományokat akarják folytatni. Január 1-től nem csak direktorváltás lesz, hanem stílusváltás is, tehát netán-tán ezek a Charlie nénye típusú darabok, amik nagyszerűek és nagyon nagy teltházal mennek szinte, most már azt hiszem évek óta megy a Charlie nénye. Tehát ezek a darabok esetleg megszűnnek, eltűnnek és a helyébe lép valami más. Nem, annyira nem, hogy ezt úgy beszéltük meg, hogy mivel az idő sürget, valamit el kell intézni, és azt a valamit elintézzük, ezt az átadás, átvétel, megvásárlás, kivásárlás, stb. Ezt mind elintézzük, ezt el lehet talán ügyesen intézni 10 nap alatt. De egy színház újjávarázsolása, vagy látható változása, hát az egy fél év minimum. De hát ugye a színház vezetők azok évadba gondolkodnak, tehát... Hát ezt az évadot nyilván végig kell csinálni. Ezt évadot már megtervezte Bodrogi Gyula, tehát itt már tudjuk azt, hogy még darab lesz januárban, februárban, márciusban, aki átveszi, az most kezd előkészíteni a következő évadot, és azért jó ez a január, mert ugye szerződtetések és ugye március-április magasságában vannak, tehát most lehet elindítani, ha valami mást akar, vagy új darabokat akar, azokat most tudja elindítani, és azok szeptemberben, októberben, novemberben kerülhetnek a színpadra. Csak hogy más is aggasztja az embereket a vidám színpadon. Az egyik az, hogy vajon aki az utód, ki lesz az utód, ha az utód belülről jön, belülről lesz kiválasztva mondjuk Bodrogi Gyula helyére, akkor az vajon ki lesz, az kit fog esetleg odébb billenteni, ki fog jobb szerepet kapni, ki fog előnyösebb vagy hátrányosabb helyzetbe kerülni, vagy ha kívülről jön az a valaki netántán, és nem a belső vidám színpad család termeli ki, hogy úgy mondjam, magából az utódot, akkor meg félő, hogy az egészben lesz egy stílusváltás, és esetleg egy csomó embernek megköszönik az addigi művészeti vagy egyéb színházi munkáját. Szóval félnek az emberek. Igen, erről már volt az elején is szó, hogy ez egy feszültséget okozhat, de hát nem az egyedüli színház Budapesten az elmúlt 10 évben, ahol volt váltás. Tehát voltak váltások, és azt gondolom, hogy megoldódtak ezek a kérdések. És talán ezért is jött el ugye az a kérdés elő, ami a Népszabadságban és címben ugye ki lett nyomtatva szép magyarosan, hogy Bodrogi eladja a színházat. Hát, mert ugyebár ugye idáig 49%-ban ugye a neveden volt ez a színház, tehát 49%-ban tulajdonosa volt a színháznak, tehát az emberek biztosak lehettek abban, hogy addig, ameddig Bodrogi Gyula a színház igazgatója, addig itt mindenki a maga érdemeinek megfelelően ott van, jelen van, dolgozhat. Na de most néhány forint a több lesz a számládon, de mi lesz a kollégák? Igen, de azt gondolom, hogy előtte ez 96-ban volt az átalakulás? 96, jó. Tehát 14 évvel előtte nem volt a nevén a színház, és mégis ugyanúgy működött. Tehát én nem hiszem, hogy ebben forradalmi változás. Igen, csak nyilvánvaló, hogy az újságcikknek az értelmedését nagyon fontos a kérdés, amit kérdezel, ugyanis én azt hiszem, hogy az utóbbi 50 évben, amióta a vidám színpad fönnáll, ennyit emberek nem foglalkoztak azzal, hogy igazgató változás egy színházba.
itt valamilyen oknál fogva valahogy érezhetik az emberek, mert én nem tudok a helyre menni, ahol a leveleket kapom, ami azt mondja, hogy miért és hogyan, tehát érdemes ezeket a kérdéseket föltenni, és én azt hiszem, hogy a pályázatoknál, azok abban a pályázatokban, amelyikben ennek a biztosítéka látszik, azok a pályázatok jobb helyzetbe fognak kerülni, de én még nem is láttam olyan pályázatot egyelőre eddigiekben. Uh-huh. De minden esetre, aki tudomásul veszi azt, hogy itt emberek föntartották ezt a színházat fillérekből, még régebben még fillérebből, ugye az volt, hogy aztán majd minden ingyen lesz, mondták, aztán semmi se lett ingyen, és jött a helyzet, és jött a változás, és ezek az emberek, akikhez ragaszkodott ez a színház, azok most már ragaszkodnak ehhez a színházhoz. És én azt hiszem, ez nem olyan sok ember, ez 4-5-6 emberről van szó, vagy mondd, hogy 10-ről. És ez egyáltalán nem okozhat nehézséget, gondot annak, aki ezt a színházat átveszi. És hát azt kell mondanom, hogy az is biztosíték, hogy egy olyan zsűri minősíti első ütembe a pályázatokat, akiket nem lehet megkérdőjelezni, tehát nem outsider közgazdászok, meg nem fizikusok, hanem művész emberek, színházértő emberek vannak a zsűriben. És külső vagy belső ember lesz? Külső emberek a zsűritagok, hogy ki lesz, azt én nem tudom megmondani. Ugye, ha jól tudom, két igazán belső ember van, hát talán, lényegében belső ember mindig. Hát én megmondom, hogy hallottam Straub Dezső nevét is emlegetni, Oszter Sándorét is hallottam. Pályázó. Kővári Katalin neve is fölmerült. Ezek belső, én a zsűritagokra mondom. Én azt mondom, hogy például az Oszter nem pályázott, azt nem, mondhatom. Nem, az Oszter nem pályázott, ő valakivel szimpatizál. De a zsűri, maga a zsűri is, hát majdnem 90%-ban olyan, aki a Vidám színpadon dolgozik, dolgozott, járt és dolgozni fog, és az, aki játszott, rendezett, vagy játszott, írt, szóval olyan a zsűri összetétele is olyan, hogy az, valami azt súgja nekem, hogy nem arra megy ki a dolog, hogy itt baj legyen, hanem arra megy ki a dolog, hogy jobb legyen. És most Sasse József ismét. Én egyet tudok, hogy Gyuszinak elege lett az egészből. Nem irítlem a Bodrogi Gyuszit. Egyrészt elfogult vagyok vele, nagyon szeretem, mint színész, a kedvenceim közé is tartozott, de nagyon kis támogatásra működtette azt a színházat. Tulajdonképpen csoda, hogy működött. Szóval ez a rövid igazság, ebbe kár mellé beszélni. Tehát, hogyha most egymás mellé tesszük a Vidám színpadot és a mikroszkópot, akkor megkockáztathatom azt, hogy a mikroszkóp most sokkal jobb helyzetben van, mint a Vidám színpad? Nem, a mikroszkóp nincs sokkal jobb helyzetben. A mikroszkóp egyáltalán nincs jó helyzetben. A mikroszkóp, ha jól akarom magam kifejezni, átvészelte ezt az elmúlt 3 esztendőt, ebből a nagyon kis támogatásból, ebből a vészesen kevés pénzből, a TV2 segítségével. Ha a Csiga TV nincs, akkor mi nem tudunk működni. Ezt így kimerem jelenteni. Na most még egy dolog eszembe jutott, ugye a fővárosi önkormányzat arra törekszik, ugye, hogy a KHT-t olyan formában rendezze a KHT-beli tulajdonviszonyokat, hogy kivásárolja azt a 49%-ot. Igen. Ugye ezért, ha jól tudom, akkor 1.075.000 forintot, vagy 1.750.000 forintot fizet Bodrogi Gyulának, aki december 31-től meg is válik igazgatói, színidirektori állását. Igen, a két dolognak nincs köze. Nem ugyanez már a mikroszkópra esetleg? A két dolognak nincs köze egymáshoz. Én nekem 4 évre szól az igazgatói kinevezésem, mint mikroszkóp KT ügyvezető igazgató. Ez az egyik dolog. A másik a kivásárlás. Na most ezt se igazán tudtuk így az elején, mert ennek gyakorlata nem volt. Mi voltunk az elsők ebben, hogy közben azért szponzoroktól külön munkákért, külön fellépésekért olyan anyagi javakat is behoztunk ide a színházba, ami tulajdonképpen nincs is leltárva, de ez a mi esetünkben legalábbis, nem tudom a Vidámnál, hogy van, de a mi esetünkben pluszként jelentkezett. Most ezt is megmondom, én ezekről szívesen lemondok. Ez engem nem érdekel, engem a színház működése érdekel. Az, hogy működni tudjunk. Na most ehhez emelni kell a támogatást. A 49%
engem nem érdekel, annak nincs jelentősége. Azt mondom, ezt is lehet akárhogy nevezni a 49%-ot. A gyakorlat kimutatta, hogy ebből nekem személyesen, amiért ezt csinálták nekem, Sas Józsefnek, ebből semmilyen hasznom nem származik, nem származott, és nem is tudna származni. Ez más szakemberek tudnak ebből hasznot csinálni, alkudni is más szakemberek tudnak. Engem nem érdekel, mikor ez fölkerül alkutárgyával, hogy mi az, amit behoztam, és ezért mennyit fizetnek, tizedrangú kérdés. Az érdekel, hogy a kinevezésem alatt működni tudjunk, hogy amit nagy nehezen szponzoroktól, támogatóktól pénzt szerzek, abból ne a csőrepedést és a légkondicionálást kelljen nekem fizetnem. Abból ne kelljen fizetnem a festést nyáron. Egy pici pénzt tudjak adni a színészeimnek. És adott esetben, ha a TV2 kevesebb műsort akar tőlünk rendelni, valami miatt teszem, azt nem azért, mert nem jó a műsorunk, mert most, hála Istennek, lekapogom, mindig a legmagasabb tetszési indexel működünk. De ha egyszer nem így alakul, vagy nincs pénzük rá, akkor is működni tudjon a ma már egyetlen politikai kabarét játszó színház, a Mikroszkop Színház. Ezzel a kis társulattal, azzal a társulattal, ahol ezelőtt még 8-10 évvel a neveket nem tudták, hogy kik vannak itt, és ma meg egy ország tudja. Ha kimondom a neveket, a Lórálenkes, a Körmendi Jánoson kívül a Beregit, a Hellert, a Böröckit, a Karsai Pistit, a Gelecsényi Sacit, mindenki tudja, hogy kik ezek az emberek. A Baranyi Lacit, mindenkit. Szóval, hogy mondjam, mi elértünk valamit, és ezért nagyon nagy kár lenne. De nagyon nagy, mert ez nem nekem érték, Sas Józsefnek. Ez a fővárosnak érték, és érték a nézőknek. Hát én nem vártam azt, hogy a Sas József azt fogja mondani, hogy ez a pénz, ez több és sok és elég, de hát ami kiderült ebből, és talán ez a KHT igaza, hogy azért rendesen elmondta a Csiga TV-t többször is, tehát igen, a KHT-nek az egyik feladata az, hogy föltárni ezeket a lehetőségeket, és azt szeretném a másik oldalra elmondani, hogy Budapesten vannak magánszínházak is, alapítványi színházak is. Tehát akik nem kapnak állami támogatást, akik maximum pályázhatnak. Tehát mikor azt mondom, hogy a város azt mondja, hogy egyes színházaiknál az alapműködést finanszírozza, és ez lehet, hogy kevés, és lehetne több, sőt azt mondom, hogy igen, lehetne több, akkor hozzá kell tenni, hogy vannak olyan színházi formációk, amik rendszeresen játszanak, mívesen játszanak, akik csak pályázati pénzekből, meg szponzorpénzekből játszanak, és egy picit ebbe az irányba el kell mozdulni, nem azért, mert meg akarunk takarítani, nem takarítottunk meg, sőt azt mondom, hogy tavaly plusz 200 millió forint jött be az egész színházi területre. Tehát a fővárosnak tulajdonképpen a színházak finanszírozása az egy veszteséges tevékenység. Nem veszteséges, nyereséges, mert nagyszerű művek jönnek létre, és még meg lehet fizetni a színházért, tehát olcsóbb ma egy színházi egy mondjuk, mint egy mozi egy átlagban, és azt is megfizetik az emberek, hanem azt mondom, hogy minél többet szeretnénk támogatni. Tehát amit megtakarítottunk, és tényleg megtakarítottunk a KHT-val átalakításnál, azok a színházak kaptak, ahol a költségek sokkal nagyobbak voltak, és ha azt a költséget áthárították volna a színházjegyre, akkor nehezebben lehetett volna megfizetni. Tehát mi a átalakításokkal, a KHT formával egy fillért nem mondtunk ki a kulturális területről, hanem egy más elosztásban raktuk el, és ezt a más elosztást én még mindig tudom vállalni, annak ellenére, hogy tudom, hogy nehezebb sorsa volt Bodrogi Gyulának vagy a Sas Józsefnek, de lehet, hogy egy picit könnyebb volt a Vig Színháznak, vagy a Katona József Színháznak, vagy a Radnóti Színháznak. Bodrogi Gyula a TV2-nél nem próbálkozott? Ha jól tudom, igen. Hát próbálkoztunk, minden fél évvel próbálkoztunk, hát ott a Sas Józsefka előbb ért oda, hát ilyen van, ezzel nem kell. Mindent megpróbáltuk, szponzorokat is megpróbáltuk. Valóban ilyen fontos egy televíziónak a nyilvánosság? A televízió azért fontos, a televízió egy-egy műsorért egy bizonyos összeget fizet. Azt a bizonyos összeget a gázsiba ki lehet fizetni a színészeknek, tehát a színészek ezáltal többet keresnek, a reklám értéke. Bár nem hiszem, hogy őket is, vagy minket is, ha nagyon kellene reklámozni, mert hiszen titokban mutatjuk be a darabjainkat, mert ugye nincs pénzünk a reklámra, akkor is tele van, hála Isten, a színház. Hát meg azért a televíziónak azért van egy népszerűséget nagyon fontos, ismertségi hatása, az, hogy ismertségi legyen. Igen. És persze másképpen mennek az emberek megnézni, akkor már fontosabb megnézni élőbe egy színész, hogyha a tévében látta. Ezt hiányolják különben, hogy elmaradnak a színházi előadások, most nem a Mikroszkopra gondolok, hanem hát nem tudom, mikor volt utoljára a színházi közvetítés, mondjuk a Vig Színházból, igen, az, vagy a
Andrea? Nem beszélve arról, hogy mi nagyon Budapest-centrikusan beszélgetünk most, és gondoljunk arra, hogy egy vidéki család a televízióból megláthatná a Vidám Színpad produkcióit, akkor azért ez nekik is nagyon jó lesne, hiszen ha kiszámítjuk, hogy mibe kerül, hogy Pestre jöjjenek és az előadást megnézzék, az átlagember, ha van ilyen, ha ilyenről beszélhetünk, nem nagyon tudja ezt megengedni magának. Igen, csak szerintem egy dologban nagyon visszatérek az előbb a megtakarításokra. Én azt hiszem, hogy ott követtem el az indulás hevébe a legnagyobb hibát, hogy túl nagy megtakarításokat ajánlottam föl, abban a reményben, hogy ez később megváltozik. Nem változott meg. Én amikor ezt elkezdtem, 53 millió helyett az első indulást, hogy lássa a főváros is, hogy ezt érdemes velünk ezt megpróbálni ezt a dolgot, 43 millióra az abban a reményben, hogy ez aztán az évek alatt utoléri magát és előrébb megy. Nem érte utol magát, ott maradt. És mi történt, mikor azt mondtam, hogy hát gyerekek, az van a szerződésük, hogy utána mindig utána nézzünk és megnézzük, hogy mi az, amin javítani kell. Azt mondták, ne haragudj, Gyula, aláírtad. Tehát én ezt a hibát magaménak tudom, ezt a hibát én követtem el, mert nekem már akkor tudni kellett volna. Na de hát honnan tudtam volna, amikor én még a mai napig is abban a tudatban vagyok, hogy az lenne a jó egy személyes KHT, ha én vagy a SAS, vagy a mit tudom, melyik színház lenne a KHT, és a fővárossal szerződne. A másik vélemény az, hogy a fővárosé legyen a KHT, és ő szerződjön a fővárossal. Tehát itt, amellett, hogy én azt mondom, hogy az egyetértésem itt van, persze, mert egy vitába valakinek nyerni kell, mert nem megy előre a dolog, azt mondom, jó, én ezt elfogadom, de a véleményem, az, ami háború előtt is volt, csak nem KHT-nak hívták. Volt egy társadalmi, igen, aki megpályázott egy pénzt, egy városba, vagy egy színházat, és akkor azok kapták azt a támogatást, amit kaptak, és játszottak. Vagy a többit hozzászerezték, vagy megbuktak, és három perc alatt eltűntek. Kérem szépen, a Vidám Színpadnak van egy nélkülözhetetlen munkatársa, akit intézményesen csak Julikának ismer mindenki, Zsigmondó Juli következik, aki elmondja összefoglalva röviden a véleményét erről az egész történetről. Juli, aki jobb keze volt Bodrogi Gyulának, és aki szinte mindent tud a színházról. Majdnem, hogy itt születtem ebbe a színházba, picit arrébb az Operett Színházba, de utána már rögtön anyám itt dolgozott, és akkor még a régi, gyönyörű Vidám Színpad volt a szecessziós fehér arannyal, páholy sorral, amit aztán átépítettek sajnos, és az gyönyörű volt. És akkor még a régi társalgó és a régi nagyok, én még ültem egy autóba, amikor pendliztek az Urai Tivadarral, az ölébe, mint kislány, Tompa Pufival, nagyon sokan játszottak itt a régi nagyok közül, és bizony azokat én mind ismertem, úgyhogy nekem ebbe a falakba beleívódott a gyerekkorom. Az, hogy most ugye KHT lett a Vidám Színpad, és néhány nap múlva Bodrogi Gyula megválik ettől a színháztól. Ez mit jelent? Teljes életmódváltozást számomra, és az itt lévő kollégák számára is. Az, hogy KHT, az ugyanaz marad. De 20 év együtt Bodrogival, az nagyon sok, ahogy mondani szokták, gombozból is. Tényleg többet töltöttünk együtt, mint a családdal. És az egész színház olyan volt, mint egy nagy család. Most egy kicsit szétzűlött a család, és pontosan azért, mert bajok vannak, gondok vannak, mármint a változásból. Házon belül sokszor marakodunk, mert valahol le kell az idegességet vezetni, de ugyanakkor ez a kis csapat így összefog, és bízunk a jövőbe. Ugye? Mi a jövő? Mert ugye a jövő az sok minden lehet. Jövő lehet kétféle dolog. Vagy az új direktor, mert ugye új direktor lesz. Innen kerül ki ebből a csapatból, vagy betesznek kívülről valakit? Nézze, én nem tudok másnak a nevében nyilatkozni. Én szerintem a jövő az, hogy feladathoz, munkához, szerephez jussanak a kollégáim. Ez a jövő. De hogy kivel, hogy, mikor, milyen módon, ez ma még 14-e van, ez ma még teljesen titok. Lehet, hogy durva vagy csúnya, amit kérdezek. Nem volt túl nagy kabát Bodrogi Gyulának ön szerint ez a KHT, vagy ennek a színháznak a vezetése ma
2001-ben, vagy tegnap 2000-ben? Hát én inkább azt hiszem, hogy 2000-ben, 2001-ben. Azt hitte a Gyula, ha azt hiszem mondhatom, hogy KHT lesz, és az élet sokkal egyszerűbb. Vállalkozhat, könnyebben tud ezt-azt csinálni, és sokkal nagyobb akadályokba, falakba ütközött. Sokkal nagyobb volt az adminisztráció. Egyszerűen azt hiszem, hogy ő ebbe túl nagy kabátba bújt bele. Happy end van. Happy end lesz. Kérem szépen, bizakodjunk ebbe, kellemes, boldog új évet a Vidám Színpad társulatának, a kedves vendégeinknek, önöknek is kedves nézőink, és hát nézzék továbbra is a Vidám Színpad előadásait, és természetesen a hírigazadásait is, amivel legközelebb jövőre jelentkezünk. Viszont több mint fél éves késéssel az elmúlt héten elfogadta a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága a Vidám Színpad KHT 2000. évi mérlegét és számviteli beszámolóját. A korábbi könyvvizsgálói jelentés hiányos volt, és több részében nem felelt meg a számviteli törvény rendelkezéseinek. Ezután a bizottság megbízott egy független könyvvizsgáló céget egy új beszámoló elkészítésével, amelyet a testület egyhangúan elfogadott. Így a jelenlegi ügyvezető igazgató Bodrogi Gyula is megkapja a tavalyi éves munkabérének megfelelő prémiumát. Az elmúlt években a Fővárosi Önkormányzat két vegyes tulajdonú színházi közhasznú társaságot hozott létre, a Vidám Színpad KHT-t és a Mikroszkóp Színpad KHT-t. A KHT vezetőinek érdekeltségét úgy akarták megteremteni, hogy 49%-ban a társaság tulajdonosává tették. Ez az elképzelés azonban hibásnak bizonyult, és ezért a Kulturális Bizottság azt a javaslatot fogja a közgyűlés elé terjeszteni, hogy a jövőben csak egyszemélyes önkormányzati tulajdonú KHT-kat alapítsanak, illetve a vegyes tulajdonú társaságok esetében vásárolják ki a magánszemély társtulajdonost. A Vidám Színpad esetében ez nem sokára bekövetkezik, hiszen hosszú egyeztetések eredményeképpen a főváros közel 2 millió forintért a névértéket a KSH által hivatalosan közzétett infláció mértékével megnövelve vásárolja meg Bodrogi Gyula részét. A színészdirektor december 31-i lemondására tekintettel még az idén döntenek az igazgatói álláshely betöltéséről. Népszabadság, december 14-e. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez a műsorunk felvételről megy, úgyhogy kérem, ne próbáljanak telefonálni. Bodrogi Gyula elfoglaltsága miatt döntöttük úgy, hogy a szokásos élőadást most felvesszük néhány órával műsorkezdésünk előtt. A hír igaz ezek szerint, hogy december 31-ével megszűnik a Vidám Színpadi direktori státusz, vagy most mi van, tessék mondani? A hír igaz, december 31-én, szilveszter estén, a szilveszteri műsorban éjfél előtt néhány perccel fogom átadni annak, aki most a pályázatok során eldől, hogy ki lesz a folytató, annak az ügyvezető igazgatói kulcsot. De maradsz továbbra is a színháznál? Hát maradok, hát játszol. Persze, hát van mindenféle lehetőség, megvan rá, úgyhogy játszani, rendezni továbbra is ugyanúgy, mint eddig, ebben a színházban, más színházban, tehát csak az ügyvezető igazgatói helyzet az kerül át, és a főváros felajánlotta, hogy megvásárolja a tulajdon, a KHT tulajdonosi 49%-ot. Hát az előbb el is mondtuk. Az előbb elhangzott, és... Sőt, hát hozzá lehet tenni, hogy létrehozunk ennek kapcsán egy Vidám Színpad örökös tagsága címet, ami három fő lehet. Sok együtt hagyhatassam, mert Siffer János volt a fővárosi önkormányzat főpolgármester helyettesít, aki a kulturális ügyekért is felelős. És az első örökös tag az a művész úr lesz, tehát... Ez a féle fájdalomdíj lesz, vagy vigaszdíj? Nem vigaszdíj, én azt gondolom, hogy elismerése annak a időszaknak, és
nem az egész pályának, hanem ennek a igen kemény időszaknak, ami a KHT időszakában volt, mert tényleg úttörő feladat volt, ahol nagyon sokat kellett mindannyiunknak tanulni, ugyanúgy Bodrogi Gyulának is, majd nekünk is, hogy mi is ez a KHT, hogy lehet legjobban működtetni, és ezek a tapasztalatok nagyon értékesek voltak, amelyeket szereztünk. Tehát én azt gondolom, hogy mert voltak mindenféle sajtóhírek, és sajnos a sikeres darabról kevesebbet írnak, mint hogyha van valami kis zűr. Tehát ezzel ezt is szeretnénk, hogy ez egy eredményes időszak volt, és számunkra, meg számomra is, hogy mondjam, saját felelősségemben is, nagyon fontos Bodrogi Gyula személyisége és művészete. Én pont egyszer riportot készítettem nálad, valamiféle riportot, vagy rádióriportot, valamit, amikor a igazgató irodában újságoltat, hogy KHT lesztek, és milyen nagyszerű dolog, és még emlékszem, hogy a Straub Dezső is akkor bejött az irodába, és gratulált, és fel voltatok dobva, és vidám volt mindenki. Mindezt csak azért mondom, mert most, amikor készítettük ezt a kis felvételt, az előbb látott felvételt a Vidám Színpad társalgójába, hát eléggé, hogy úgy mondjam, kicsit szomorkás volt a hangulat. Tehát én úgy érzem, mintha egy picit a Vidám Színpad kifele nem, de belül egy picit szomorú lenne. Én nem mondanám azt, hogy szomorú, csak egy ilyen helyzet, amikor egy ilyen változás van. Ugye hát itt 20 év azért az borzasztó nagy idő színházban. Hát 1982-től vitt fel a színházat. De és most 2001 december, hát a pontosan 20 végig csinált év, közösen végig csinált év, együtt végig csinált év. Most itt inkább a bizonytalanságot érezhetted, mint a szomorúságot, mert szomorúságra, remélem, hogy ez így lesz, szomorúságra nem lehet okuk azoknak, akik ezt a színházat csinálják, de az, hogy bizonytalanok, hogy vajon ki lesz, hogy lesz, amit még mi se tudunk, ma se, amit ugye azért hangsúlyozok ilyen erősen, mert egy ilyen pályázat után mindig az a vélemény szokott felkapódni, hogy ilyen bunda, olyan bunda, nem, előre... Nem, utána, előtte is. Már előtte, hogy előre el van határozva. Ugye biztosan tudja, nem tudjuk. Lehet, hogy mindenkinek, minden ott lévő zsűritagnak, meg mindenkinek van egy sajátos elképzelés, hogy ki lenne a legjobb. Ez természetes. De hogy ez nincs még megbeszélve, egyelőre még engem például nem akart befolyásolni senki azok közül, akik a döntésben részt vesznek. Erre mindjárt majd sort keretünk, csak hát Várhegyi Andreát még nem mutattuk be, társadalmunk egyetlen hölgy tagját, akinek újságíró kolléga, ráadásul évek óta ismerjük egymást, úgyhogy ha tegeződünk a nézőktől, ugye megértésüket kérjük. Hát te sok évig voltál a sajtósa, a reklámfőnöke, nem tudom milyen a Vidám Színpadnak. Én azt hiszem, hogy inkább barátjának vallhatom magamat a teátrumnak, mert hogy engem többféle szál is fűzött ehhez a színházhoz, természetesen Bodrogi Gyulához elsősorban, hiszen nem árulok el titkot, ugye Gyula, hogy még a húgával iskolatársak is voltunk, én gyerekkorom óta ismertem őt fiatal színészként is, és nagyon örültem annak, amikor büntetésképpen az egyik munkahelyemen a kulturális rovat vezetője szinte rám sózta a Vidám Színpadot, mert azt mondta, hogy nem tartja egészen a kulturális élethez tartozónak, és foglalkozzam én csak a könnyű műfajjal, a mikroszkóp színpaddal és az operett színházzal. Bizony Isten, mondom neked, Árpi, hogy nagyon örülök, hogy így történt. Én ebben a színházban egyébként azt kívánom hangsúlyozni a múltra visszatekintve, hogy abszolút emberléptékű volt. Én úgy éreztem, hogy az ott fellépő színészek tényleg egy kicsit, most ez közhelyként hangzik, de családjuknak tekintik azt a társulatot, ahová tartoznak. Én is ahányszor betoppantam oda a társalgóba, mindig ezt éreztem, szóval jó érzés volt oda menni a büfés nénihez és egy linzert venni tőle, és láttam, hogy jött be jobbra-balra mindenki puszi. Nagyon kedves és nagyon klassz hangulat volt, és azért mondom, hogy most, amikor viszont most ott voltam, valahogy egy olyan picit olyan kuplungfék vissza, szóval egy várakozás. Hát ez szerintem ez érthető, mert a várakozás, ez az, ami érthető, mert mindenkinek van valamilyen elképzelése, hogy most 20 évet mindenki, nem a fiatal gyerekek, akik ott voltak, de az idősebbje 20 évet eltöltött. Azt is tudjuk, hogy a mai világban 40 fölött az összes többi munkahelyen is hallom a panaszokat, hogy ja Istenem, mi lesz. Színházban ez nem így van általában, de
nem mondhatja magát senki, hogy most kezdő fiatal színész vagyok, aztán most bele az életbe, majd lesz valahogy. Tehát ezt a hangulatot érezhetem. Meg hát a elmúlt fél évben azért sok minden fölröppent. Tehát fölröppent az, hogy mi el akarjuk adni az egész házat, mind a két színpadot, autószalont, vagy nem tudom, bútorboltot akarunk belőle csinálni. Természetesen megzavarta az embereket, mert hát elbizonytalanítja, meg hát egy új személy is elbizonytalaníthatja, hogy tart-e rám igényt az, ami éjszak jön, vagy nem tart rám igényt, tehát ez biztos feszültséget okoz. De hát mint a kiírás is mutatja, hogy mi a Vidám színpadot akarjuk továbbra is, azokat a hagyományokat, amelyek az elmúlt 10 évben, vagy az elmúlt 60 évben a Vidám színpadhoz kötöttek, és hát nem mondhatom el, akik pályáztak már az ővel egyezésükkel, de azért most már 9 pályázó van, és azt kell mondanom, hogy nagyon nagy nevek. Majd megpróbálok majd barkóbázni még a műsorban, de arra kérlek benneteket, illetve kedves vendégeinket és a nézőket is, hogy hát ugye van még egy közhasznú társasága ennek a műfajnak, ez pedig a Mikroszkóp színpad, ahol a nagyszerű Sas József és csapata arat sikereket estéről estére, hát ő is KHT formátumban működik, nézzük hogyan. Mennyibe kerül havonta Mikroszkóp színpadot csinálni? Hát így érdekes, így még nem számoltam ki, ez egy érdekes kérdés. Azt tudom, hogy mennyibe kerül egy szezon alatt, és azt is tudom, hogy egy naptári év alatt mennyibe kerül. Azt is tudom, hogy mennyi az állami támogatásunk, mennyit kapunk a fővárostól, és mennyi a jegybevételünk. És azt is tudom, hogy mennyibe kerülne egy jegy akkor, hogyha nem kapnánk támogatást. Na most ezek összességéből alakították át a KHT-t, amit önmaga a KHT, mint közhasznú társaság egy érdekes és izgalmas próbálkozás lett volna, mert egy szabadabb gazdálkodási lehetőséget biztosít. A támogatás összegét negyedévenként kapjuk, tehát könnyebben tudunk mi is gazdálkodni vele. Azon kívül felszabadította azt a lehetőséget a gazdálkodásba, hogy könnyebben lehet cégekkel, szponzorokkal tárgyalni, és másképpen jön be a pénz. Azonban mindez csak lehetőség. A gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy nem ezen múlik. Egy dolgon múlik a színház, mint minden színház, ma még Magyarországon, hogy milyen támogatást kapunk. De a kérdésem valamikor... még mindig ugyanaz, hogy kb. Mennyi havonta? Hát ezt el kell osztani az eddigi támogatásunkat, ami 53 millió volt egy egész évben. Ahhoz hozzá kell venni a körülbelül 17 millió forintos saját jegybevételt. Hozzá lehet venni a szponzori támogatásokat, és akkor ezeket el kell osztani. És ezeknek megvan egy bevételi oldala, és ezzel szemben van a kiadási gondolom, oldala. Gondolom, hogy azért van villanyszámla, van takarítás. Hát ez a rezsiköltségünk. A ezek műszak, a rezsiköltségünk. A művészek. Ezek a rezsiköltségek. Na most így, hogy nálunk 1400 forint egy jegy, és bizonyos pesti színházaknál 6-700 forintért is lehet hátul ugyan, de jegyet kapni sztárművészekre, akkor el kell gondolni, hogy milyen nehezen működünk. Arról nem beszélve, hogy az elmúlt 3 éve, mint közhasznú társaság kaptunk egy bizonyos kerek összeget állami támogatásként. Semmilyen infláció követő összeget ehhez még nem kaptunk. Sőt, olyan is előfordult, hogy a fenntartási költségeket, ami nem minket terhelt volna, hanem a főváros, azt is nekünk kellett itt-ott kiegészíteni. Tehát 49%-ban a Mikroszkóp színpad társulata, vagy Sas József a tulajdonosa? 49%-ban ennek a megalakított KHT-nak, a Mikroszkóp színpadnak 49%-ában én vagyok a tulajdonos. De ez az elmúlt 3 évben kiderült, hogy ez azokkal az előnyökkel teljes mértékben nem jár, mint ahogy ezt elgondoltuk. Meg kell nézni, mi van kiírva nekem ide a bejárati ajtóban. Sas József mecénás kutató művész. Mecénás kutató, máshol meg szponzor, kutató és kolduló érdemes művész. Hát ez az igazi beosztásom. Na most tulajdonképpen teljesen mindegy, minek nevezzük ezt a támogatást. Valamikor ezt úgy hívták, hogy szubvenció. Én nekem úgy is hívhatják, hogy tarhonya ültetvény. Nekem teljesen mindegy, mi a neve. Ha nincs megfelelő összeg ahhoz, hogy működjön a színház, akkor az nem fog működni. Előbb-utóbb az bedöglik. Nem beszélve arról, hogyha a többi színházal egy versenyhelyzetben vagyunk. Bizonyos sztárművészeket nem lehet megkapni olyan összegért. A televízió egy iszonyatos versenyhelyzetet teremt. De óriási szerencséje volt a Mikroszkóp színpadnak, hogy a
TV2-n ott lehet a Saskabaré. Nyíltan megmondom, hogy ha ez nem lenne, akkor már mi megfelek lettünk volna. Szóval ez egy óriási szerencse volt. És még valami. A rendszerváltozáskor itt még a magyar cégek jó része magyar kézben volt, és magyar PR-esek, PR-osok csinálták. Tehát tudták azt, hogy ennek mi a PR értéke ennek a színháznak. Most közben a cégek változtak, átvették a koreaiak, átvették a itt-ott amerikaiak, meg olyanok, akiknek ez nem jelent semmit. Tehát magyarul a szponzorok fogynak. Fogynak a támogatók. Akármilyen jó a színház, tényleg népszerű színház vagyunk, hát most én mondom, ez nem egy kellemes tényleg dolog, de van, ez van. Erősítsem. De ebben minket a TV2, ha nem segített volna, akkor hiába népszerű a színház, ma már a TV reklám nélkül ez igazán nem működik. Most itt vagyunk a Pesti Broadway-n, a New Yorki Broadway-ra gondolok hirtelenjében. Ott is mondjuk, van egy azonos típusú kis színház, ahol valamilyen módon a színi direktornak előadásról előadásra, vagy évadról évadra, vagy hétről hétre össze kell szednie a pénzt. Ő honnan szedi össze? Igen, van egy óriási különbség, és a kettőt nem is lehet még példakedvére se hasonlítani. Van egy olyan keresőképes, fizetőképes közönség, amelyik ki tudja fizetni az ottani árakat. Én a Macskák című előadást 35 dollárért láttam ott. Na jó, csak valahol... Hát, na most ezt a mikroszkóba, ez ma Magyarországon, az a nézőközönség, így is egy nagyon nagy része, legyünk őszintén, kiszokik. Azok a tanárok, akik még valamikor a rendszerváltozás előtt tudtak színházba jönni, az a keresőképes intellektuális réteg, amelyik ma csúszik lefelé, hát hiába, hát mi érezzük, mi hiába olvassuk az újságcikkekbe a mesét, hogy most ez jobban él, meg ez jobban keres. Hát a minibálbéből ki kell indulni, ahhoz képest nem tudják megvenni a jegyet. A milyenkét se, máshol se, magyarul. Egy jegynek körülbelül 16 ezer forintba kellene ahhoz kerülni, hogy ne kelljen állami támogatást kapnunk. A fenntartási költségek még úgyis megmaradnának. De a Csóti Józsi gazdasági igazgató a fillére kiszámoltuk. A 16 ezerből még épp hogy szolidan jönnénk ki. Tehát körülbelül a mi mostani állami támogatásunk, mert most a főváros átértékelte, és ők rájöttek szóval arra, hogy ez a fajta támogatás, amit eddig kaptunk, hogy nem infláció követő, és kevés is volt. Eleve, mikor elindultunk összehasznú társaságként, visszavettek a támogatásunkból. Tehát ez tovább nem mehetett. Ezért most például most fölemelték az állami támogatásunkat. Tehát most többet fogunk a fővárostól kapni a jövő szezontól, pontosabban a jövő naptári évtől. És azon ritka a színházak közé tartozik a mikroszkóp színpad, ha jól tudom, ahol még ráadásul sikerült az elmúlt napokban jutalmat is osztani. Igen, kitaláltunk egy olyan formát, hogy jutalmat tudjunk osztani, ugyanis igazán nem lehet, mert a köztaszú társaságban vissza kell forgatni mindent. Vissza is forgattuk, de van egy olyan plusz munka, amit most a szilveszteri kabaré kapcsán csinál a társulat. Egy olyan plusz fölvételünk van, ami hát nem volt benne a rendes munkaidőben, és hát erre tudunk fizetni, nem jutalom címen, de kifizettünk egy bizonyos összeget. Úgy, hogy tegnap egy nagyon szép kerek kis ünnepség volt, ahol baráti készfogásra mindenki kapott egy igen pici és nagyon szerény összeget. Nem fedezte a 13. havi bért. Hát az elmondottakhoz még csak annyit, aztán utána beszélnek az illetékesek, hogy Zsigmond Jurika, a Vidám Színpad mindenese művészeti titkára elküldte nekem ma délelőtt faxon a Vidám Színpad egy havi költségvetésének az összegét, amit ő kiszámolt, és ugye ebből az derül ki, hogy a színészek összességében 63-an dolgoznak egyébként a színháznál, a Vidám Színpadon, a színészek 8,5 millió forint körüli pénzt visznek el havonta, a rezsi több mint 4,5 millió, ehhez még hozzájön különböző kisegítő személyzetek bére, tehát úgy cuzámen 13 millió körül van, körülbelül 13-14 millió körül van havonta a Vidám Színpad kiadása, és ha ehhez azt vesszük, hogy negyed évente kapott a fővárostól 10 millió 500 valahány ezer forint támogatást a Vidám Színpad, hát akkor bizony nem volt könnyű helyzetben Bodrogi Gyula. Igen, hát én erre szoktam mondani, hogy a leggazdaságosabb színház Pesten a Vidám Színpad, akinek az állami támogatása, tehát a központi támogatása, az jóval alacsonyabb, mint a jegybevétele.
Tehát van még ilyen színház, azt hiszem, talán a Madách színháznál van hasonló helyzet, de az is, arányaiban az is. Azt figyeltem az arcodon, hogy amikor a Sas József beszélt, akkor mosolyogva és igen kedvesen hallgattad a szavait. Szeretitek egymást? Én, nagyon, nagyon. És mindig meg is beszélünk mindent. Ezt a KHT dolgot is megbeszéltük, mert én voltam az első ilyen úttörő KHT ügyvezető igazgató, és én leszek az első, aki átadom az ügyvezető igazgatóságot. Szeretek ilyen dolgokba első lenni. Bár nem biztos, mindig... hogy ez egy fényes siker. Ez nem, most. Nem, ez mindig a nehezen. Nem azt mondom, hogy ez egy bukás, hanem azt mondom, hogy valahol a dolog azért... Nem, szóval... tényleg, hogy... Nem, hát azt gondolom, hogy mert azért én, minket átira izgat az, hogy mi ez a KHT, én azt gondolom, a tévénézőket annyira nem izgatja őket. Az izgatja, hogy van Budapesten kb. 80 színház, ami rendszeresen játszik, abból van a fővárosnak kb. 20 játszóhelye, és ezen kívül támogat még legalább 30-40 színházat, a többi pedig más formában működik. Az izgatja a nézőt, hogy jó előadások vannak-e ezekben a színházakban, meg tudja-e fizetni. Én azt gondolom, hogy jó előadások vannak, mert nem csökkent, hanem picit növekedett az elmúlt években ütemesen a színházba látogatók száma. Nincs ma Magyarországon olyan színház, ahol 70% alatt lenne a nézettség aránya, de talán még 80% alatt is sincsen. De azt lehet mondani, hogy minden előadás megy. Azt lehet mondani, hogy ma még megfizethetők a színházjegyek. Persze vannak különbségek, és azt gondolom, hogy ezt a különbséget fenntartani, tudatosan is fent akarjuk tartani. Igenis, azt mondom, hogy a Katona József Színház Shakespeare előadása az igenis legyen megfizethető, hogy az egyetemisták, középiskolások, a értelmiség, akiről Sas József beszélt, az el tudjon menni, és az a 800 vagy 1000 forint körül tudja megvenni a jegyet. És van a színházatnak egy olyan része, amelyik drágában is eladható. Hogy ne pesti színházat mondjuk, a Szolnoki Színház vendégszerepel most már a Táliában elég rendszeresen, a Amadeusszal, egy nagyon nagyszerű darab, nem lehet rá jegyet kapni, és a 4-5000 forint közötti jegyek is vannak, és ezek is mind elkelnek. Tehát azt gondolom, hogy változott 90 óta, nem csak a politikai rendszer változott, hanem a gazdasági környezet is változott, és ez volt tulajdonképpen az elején egy kicsit optimistábbak voltunk mindannyian, amikor azt hittük, hogy a színházban, mint intézményrendszerben, ahogy a háború előtt is beszállt a magántők, hogy itt is be fog szállni. Emlékszem arra, hogy Gyulával is voltunk közösen olyan embernél, aki azt mondta, hogy be fog, és nem szálltak be a végén. Talán azért is, amit a Sas József is elmondott, hogy nem magyar PR szakemberek vannak, de nem csak azért, hanem az, hogy nálunk még a reklámot direkten akarják learatni a cégek. Tehát az a fontos, hogy kint legyen a tábla a színpadon, kint legyen a zászló, akkor ugye ennek van reklámértéke, az az image, ami azért van cég, amelyiknél megvan, hogy azt mondja, hogy én megengedhetem magamnak, hogy támogatom például a kultúrát, és ezt nem direktbe kell kiraknom a logómat, hanem ez egy, tudják, a környezetem tudja, az üzletfeleim tudják, az, hogy ez a cég olyan stabil, hogy ezt is megengedheti magának. Ugye azt mondta Sas József, hogy a riport bejátszásban, hogy hát ő neki kint van a tábla is az ajtán, hogy fővárosi mecénás, kutató, érdemes művész. Én azt hiszem, hogy ebben semmi szégyelni való nincsen, mert hiszen mi inkább ahhoz voltunk szokva az elmúlt 40 év során, hogy garantált pénzből lehetett működtetni egy színházat, mert gondolom, hogy a világ bármely országába megyünk, mindenütt hasonló módon kell csúnya kifejezéssel összedarizni, vagy összekoldulni, vagy összebarátkozni, vagy összevacsorázni a pénzt egy színházat. Igen, de én azt hiszem, hogy a többletet kell így, vagy kellene így előteremteni. Az alaphelyzetet, azt mindenképpen meg kell adni, mert ezt a pénzt, ahogy a Jóska is elmondja, hogy mennyinek kéne lenni egy színházjegynek, ezt a pénzt tulajdonképpen a mai magyar közönség kapja, azért kapja, hogy ő olcsóbban vehesse meg, és mégis kapjon színházi előadást. Tehát azt mindenképpen követni kell. A mi támogatásunk volt a Szentpesten a legalacsonyabb, így ilyen kőszínházak között, és én biztos vagyok benne, hogy az új helyzetben jön az új ügyvezető, igazgató, egész biztos, ahogy látom a pályázatokat, kezdtem átolvasgatni őket, látom, hogy
mindenki az alaphelyzetre gondol, tehát a legszűkösebb, legszegényesebb, és az minden esetben 30-al több, mint amit mi kaptunk. Én pedig azt mondom, hogy az én átadásom is azért történik meg, hogy a hozzám fűződő rossz szerződések, én rossz szerződéseket kötöttem, ez előfordul minden olyannal, aki újonnan csinál valamit, az infláció, stb. Is, ami kimaradt a szerződés, egyébként is ezeket a rossz szerződéseket meg lehet szüntetni, mert egy új helyzetben egy új ember lehet új szerződést, és a mi tapasztalataink alapján jó szerződést kötni. Az, hogy mennyi őszhajszálat szerzett Bodrogi Gyula a direktorsága idején a Vidám Színpadon, rövidesen kiderül, most reklám. Mennyi hajszálat vesz? Mennyi őszhajszálat vesz? Nekünk is meg kell nézni a reklámot? Nem. Hát, mindjárt jön a jelzés, mindjárt megyünk tovább. De erősebb. És ugye ott hagytuk abba, hogy hány őszhajszálat szerzett Bodrogi Gyula, kijavítottál az előbb, hogy hány őszhajszálat maradt ez alatt az idő alatt. És közben, amíg beszélgettünk, Váradi Andrának támadt egy kérdése. Igen, mivel hogy nem ismerem a pályázati kiírást, és amint Schiffer úr is említette, 9 már megérkezett közülük, és nyilván az egyik nyertes lesz. Marad-e egyáltalán a humor jellege? Én nem azt mondom, hogy feltétlenül ugyanazt a formát vigye tovább az, aki Bodrogi Gyula helyére lép, bár nem lenne kár érte. Együtt írtuk ki a művész úrról a pályázatot, tehát közösen szövegeztük, és alapfeltétel volt az, hogy ennek a műfajnak, a műfaji hagyományoknak a továbbitelét kell folytatni. Tehát marad a Vidám Színpad. Buta is lenne az a városgazda, aki azt mondaná, hogy ebből legyen művész színház, vagy nem tudom micsoda. Nem is céloztuk meg ezt, és a eddig beérkezett pályázatok között sincs olyan, amelyik ilyen irányba menne el. Vannak hangsúlybeli eltolódások, de nagyon soknál láttam Bodrogi Gyula nevét is a pályázók, tehát úgy írták, hogy igényt tartanak Bodrogi Gyulára, szeretnék, hogyha rendezne, ha művészeti tanácsadóként ott lenne. Tehát ez jelzi, nem egynél, hanem többnél láttam ilyent. Tehát ez jelzi azt, hogy ezeket a hagyományokat akarják folytatni. Január 1-től nem csak direktorváltás lesz, hanem stílusváltás is, tehát netán ezek a Charlie nénye típusú darabok, amik nagyszerűek és nagyon nagy teltházal mennek, szinte most már azt hiszem évek óta megy a Charlie nénye. Szóval ezek a darabok esetleg megszűnnek, eltűnnek, és a helyébe lép valami más. Nem, annyira nem, hogy ezt úgy beszéltük meg, hogy mivel az idő sürge, valamit el kell intézni, és azt a valamit elintézzük, ezt az átadás, átvétel, megvásárlás, kivásárlás, stb. Ezt mind elintézzük, ezt el lehet talán ügyesen intézni 10 nap alatt. De egy színház újjávarázsolása, vagy látható változása, hát az egy fél év minimum. De hát ugye a színház vezetők azok évadba gondolkodnak, tehát... Hát ezt az évadot nyilván végig kell csinálni. Ezt az évadot már megtervezte Bodrogi Gyula, tehát itt már tudjuk azt, hogy még darab lesz januárban, februárban, márciusban, de aki átveszi, az most kezd előkészíteni a következő évadot, és azért jó ez a január, mert ugye szerződtetések is ugye március-április magasságában vannak, tehát most lehet elindítani, ha valami mást akar, vagy új darabokat akar, azokat most tudja elindítani, és azok szeptemberben, októberben, novemberben kerülhetnek a színpadra. Csak hogy más is aggasztja az embereket a Vidám Színpadon, az egyik az, hogy vajon aki az utód, ki lesz az utód, ha az utód belülről jön, belülről lesz kiválasztva mondjuk Bodrogi Gyula helyére, akkor az vajon ki lesz, az kit fog esetleg odébb billenteni, ki fog jobb szerepet kapni, ki fog előnyösebb vagy hátrányosabb helyzetbe kerülni, vagy ha kívülről jön az a valaki netántán, és nem a belső Vidám Színpad család termeli ki, hogy úgy mondjam, magából az utódot, akkor meg félő, hogy az egészben lesz egy stílusváltás, és esetleg egy csomó embernek megköszönik az addigi művészeti vagy egyéb színházi munkáját. Szóval félnek az emberek. Igen, erről már volt az elején is szó, hogy ez egy feszültséget okozhat, de hát nem az egyedüli színház Budapesten az elmúlt 10 évben, ahol volt váltás. Hát voltak váltások, és azt gondolom, hogy megoldódtak ezek a kérdések. És talán ezért is jött el ugye az a kérdés elő, ami a Népszabadságban és Címben ugye
ki lett nyomtatva szép magyarosan, hogy Bodrogi eladja a színházat. Hát, mert ugye bár ugye idáig 49%-ban ugye a neveden volt ez a színház, tehát 49%-ban tulajdonosa volt a színháznak, tehát az emberek biztosak lehettek abban, hogy addig, ameddig Bodrogi Gyula a színház igazgatója, addig itt mindenki a maga érdemeinek megfelelően ott van, jelen van, dolgozhat. Na de most néhány forint a több lesz a számládon. De mi lesz a kollégák? Igen, de azt gondolom, hogy előtte ez 96-ban volt az átalakulás? 96-ja. Tehát 14 évvel előtte nem volt a nevén a színház, és mégis ugyanúgy működött. Tehát én nem hiszem, hogy ebben forradalmi változás. Igen, csak nyilvánvaló, hogy az újságcikknek az értelmezését mondom. Nagyon fontos a kérdés, amit kérdez, ugyanis én azt hiszem, hogy az utóbbi 50 évben, amióta ez a Vidám Színpad fönnáll, ennyit emberek nem foglalkoztak azzal, hogy igazgató változás egy színházban. Itt valamilyen oknál fogva valahogy érezhetik az emberek, mert én nem tudok a helyre menni, ahol a leveleket kapom, ami azt mondja, hogy miért és hogyan, tehát érdemes ezeket a kérdéseket föltenni, és én azt hiszem, hogy a pályázatoknál, azok abban a pályázatokban, amelyikben ennek a biztosítéka látszik, azok a pályázatok jobb helyzetbe fognak kerülni, de én még nem is láttam olyan pályázatot egyelőre eddigiekbe. Uh-huh. De minden esetre, aki tudomásul veszi azt, hogy itt emberek föntartották ezt a színházat fillérekből, még régebben még fillérebből, ugye az volt, hogy aztán majd minden ingyen lesz, mondták, aztán semmi se lett ingyen, és jött a helyzet, és jött a változás, és ezek az emberek, akikhez ragaszkodott ez a színház, azok most már ragaszkodnak ehhez a színházhoz. És én azt hiszem, ez nem olyan sok ember, ez 4-5-6 emberről van szó, vagy mondd, hogy 10-ről. És ez egyáltalán nem okozhat nehézséget, gondot annak, aki ezt a színházat átveszi. És hát azt kell mondanom, hogy az is biztosíték, hogy egy olyan zsűri minősíti első ütembe a pályázatokat, akiket nem lehet megkérdőjelezni, tehát nem outsider közgazdászok, meg nem fizikusok, hanem művész emberek, színházért emberek vannak a zsűriben. És kívül külső vagy belső ember lesz? Külső emberek a zsűritagok, hogy ki lesz, azt én nem tudom megmondani. Ugye, ha jól tudom, két igazán belső ember van talán, vagy másfél. Lényegében belső ember mindig. Hát én megmondom őszintén, hallottam Straub Dezső nevét is emlegetni, Oszter Sándorét is hallottam. Mint pályázó. Kővári Katalin neve is fölmerült. Ezek belső. Én a zsűritagokra mondom. Én azt mondom, hogy például az Oszter nem pályázott. Nem, az Oszter nem pályázott, ő valakivel szimpatizál. De a zsűri, maga a zsűri is, hát majdnem 90%-ban olyan, aki a Vidám Színpadon dolgozik, dolgozott, járt és dolgozni fog, és az, aki játszott, rendezett, vagy játszott, írt, szóval olyan a zsűri összetétele is olyan, hogy az, valami azt súgja nekem, hogy nem arra megy ki a dolog, hogy itt baj legyen, hanem arra megy ki a dolog, hogy jobb legyen. És most Sasse József ismét. Én egyet tudok, hogy Gyuszinak elege lett az egészből. Nem irítlem a Bodrogi Gyuszit. Egyrészt elfogult vagyok vele, nagyon szeretem, mint színész, a kedvenceim közé is tartozott, de nagyon kis támogatásra működtette azt a színházat. De tulajdonképpen csoda, hogy működött. Szóval ez a rövid igazság, ebbe kár mellé beszélni. Tehát, hogyha most egymás mellé tesszük a Vidám Színpadot és a mikroszkópot, akkor megkockáztathatom azt, hogy a mikroszkóp most sokkal jobb helyzetben van, mint a Vidám Színpad? Nem, a mikroszkóp nincs sokkal jobb helyzetben. A mikroszkóp egyáltalán nincs jó helyzetben. A mikroszkóp, ha jól akarom magam kifejezni, átvészelte ezt az elmúlt 3 esztendőt, ebből a nagyon kis támogatásból, ebből a vészesen kevés pénzből, a TV2 segítségével. Ha a Csiga TV nincs, akkor mi nem tudunk működni. Ezt így kimerem jelenteni. Na most még egy dolog eszembe jutott, ugye a fővárosi önkormányzat arra törekszik, ugye, hogy a KHT-t olyan formában rendezze a KHT-beli tulajdonviszonyokat, hogy kivásárolja azt a 49%-ot. Igen. Ugye ezért, ha jól tudom, akkor 1 millió
75 ezer forintot, vagy 1 millió 750 ezer forintot fizet Bodrogi Gyulának, aki december 31-től meg is válik igazgatói, színidirektori állását. Igen, a két dolognak nincs köze. Nem ugyanez vár a mikroszkópra esetleg? A két dolognak nincs köze egymáshoz. Én nekem 4 évre szól az igazgatói kinevezése, mint mikroszkóp KT ügyvezető igazgató. Ez az egyik dolog. A másik a kivásárlás. Na most ezt se igazán tudtuk így az elején, mert ennek gyakorlata nem volt. Mi voltunk az elsők ebben, hogy közben azért szponzoroktól külön munkákért, külön fellépésekért olyan anyagi javakat is behoztunk ide a színházba, ami tulajdonképpen nincs is leltárva, de ez a mi esetünkben legalábbis, nem tudom a Vidámnál, hogy van, de a mi esetünkben pluszként jelentkezett. Most ezt is megmondom, én ezekről szívesen lemondok. Ez engem nem érdekel, engem a színház működése érdekel. Az, hogy működni tudjunk. Na most ehhez emelni kell a támogatást. A 49% engem nem érdekel, annak nincs jelentősége. Azt mondom, ezt is lehet akárhogy nevezni a 49%-ot. A gyakorlat kimutatta, hogy ebből nekem személyesen, amiért ezt csinálták nekem, Sas Józsefnek, ebből semmilyen hasznom nem származik, nem származott, és nem is tudna származni. Ez más szakemberek tudnak ebből hasznot csinálni, alkudni is más szakemberek tudnak. Engem nem érdekel, mikor ez fölkerül alkutárgyával, hogy mi az, amit behoztam, és ezért mennyit fizetnek, tizedrangú kérdés. Az érdekel, hogy a kinevezésem alatt működni tudjunk, hogy amit nagy nehezen szponzoroktól, támogatóktól pénzt szerzek, abból ne a csőrepedést és a légkondicionálást kelljen nekem fizetnem. Abból ne kelljen fizetnem a festést nyáron. Egy pici pénzt tudjak adni a színészeimnek. És adott esetben, ha a TV2 kevesebb műsort akar tőlünk rendelni, valami miatt teszem, azt nem azért, mert nem jó a műsorunk, mert most, hála Istennek, lekapogom, mindig a legmagasabb tetszési indexel működünk. De ha egyszer nem így alakul, vagy nincs pénzük rá, akkor is működni tudjon a ma már egyetlen politikai kabarét játszó színház, a mikroszkóp színház. Ezzel a kis társulattal. Azzal a társulattal, ahol ezelőtt még 8-10 évvel a neveket nem tudták, hogy kik vannak itt, és ma meg egy ország tudja. Ha kimondom a neveket, a Lórálenkes, a Körmendi Jánoson kívül a Beregit, a Hellert, a Böröckit, a Karsai Pistit, a Gelecsényi Sacit, mindenki tudja, hogy kik ezek az emberek. A Baranyi Lacit, mindenkit. Szóval, hogy mondjam, mi elértünk valamit, és ezért nagyon nagy kár lenne. De nagyon nagy, mert ez nem nekem érték, Sas Józsefnek. Ez a fővárosnak érték, és érték a nézőknek. Hát én nem vártam azt, hogy a Sas József azt fogja mondani, hogy ez a pénz, ez több és sok és elég, de hát ami kiderült ebből, és talán ez a KHT igaza, hogy azért rendesen elmondta a Csiga TV-t többször is, tehát igen, a KHT-nek az egyik feladata az, hogy föltárni ezeket a lehetőségeket, és azt szeretném a másik oldalra elmondani, hogy Budapesten vannak magánszínházak is, alapítványi színházak is. Tehát akik nem kapnak állami támogatást, akik maximum pályázhatnak. Tehát mikor azt mondom, hogy a város azt mondja, hogy egyes színházaiknál az alapműködést finanszírozza, és ez lehet, hogy kevés, és lehetne több, sőt azt mondom, hogy igen, lehetne több, akkor hozzá kell tenni, hogy vannak olyan színházi formációk, amik rendszeresen játszanak, mívesen játszanak, akik csak pályázati pénzekből, meg szponzorpénzekből játszanak, és egy picit ebbe az irányba el kell mozdulni, nem azért, mert meg akarunk takarítani, nem takarítottunk meg, sőt azt mondom, hogy tavaly plusz 200 millió forint jött be az egész színházi területre. Tehát a fővárosi tulajdonképpen a színházak finanszírozása az egy veszteséges tevékenység. Nem veszteséges, nyereséges, mert nagyszerű művek jönnek létre, és még meg lehet fizetni a színházért, tehát olcsóbb ma egy színházjegy, mondjuk, mint egy mozijegy átlagban, és azt is megfizetik az emberek, hanem azt, hogy minél többet szeretnénk támogatni. Tehát amit megtakarítottunk, és tényleg megtakarítottunk a KHT-val átalakításnál, azok a színházak kaptak, ahol a költségek sokkal nagyobbak voltak, és ha azt a költséget áthárították volna a színházügyre, akkor nehezebben lehetett volna megfizetni. Tehát mi a átalakításokkal, a KHT formával egy fillért nem mondtunk ki a kulturális területről, hanem egy más elosztásban laktuk el, és ezt a más elosztást én még mindig tudom vállalni, annak ellenére, hogy tudom, hogy nehezebb sorsa volt Bodrogi Gyulának vagy a Sas Józsefnek, de lehet, hogy egy picit könnyebb volt a Vig Színháznak, vagy a Katona József Színháznak, vagy a Radnóti Színháznak. Bodrogi Gyula a TV2-nél nem próbálkozott? Ha jól tudom, igen. Hát
próbálkoztunk minden fél évvel próbálkoztunk, de hát ott a Sasiuska előbb ért oda. Hát ilyen van, ezzel nem kell. Mindent megpróbáltuk, szponzorokat is megpróbáltuk. Valóban ilyen fontos egy televíziónak a nyilvánosság? A televízió azért fontos, hogy a televízió egy-egy műsorért egy bizonyos összeget fizet. Azt a bizonyos összeget a gázsiba ki lehet fizetni a színészeknek, tehát a színészek ezáltal többet keresnek, a reklámértéke, bár nem hiszem, hogy őket is, vagy minket is, vagy nagyon kellene reklámozni, mert hiszen titokban mutatjuk be a darabjainkat, mert ugye nincs pénzünk a reklámra, akkor is tele van, hála Isten, a színház. Hát meg azért a televíziónak azért van egy népszerűséget nagyon fontos, ismertségi hatása, az, hogy ismertség legyen. Igen. És persze másképpen mennek az emberek megnézni, akkor már fontosabb megnézni élőbe egy színészt, hogyha a tévében látta. Ezt hiányolják különben, hogy elmaradnak a színházi előadások. Most nem a mikroszkopra gondolok, hanem hát nem tudom, mikor volt utoljára a színházi közvetítés, és mondjuk a Vix színházból. Igen, az. Vagy a Andrea. Nem beszélve arról, hogy mi nagyon Budapest-centrikusan beszélgetünk most, és gondoljunk arra, hogy egy vidéki család a televízióból megláthatná a Vidám Színpad produkcióit, akkor azért ez nekik is nagyon jó lesne, hiszen ha kiszámítjuk, hogy mibe kerül, hogy Pestre jöjjenek és az előadást megnézzék, az átlagember, ha van ilyen, ha ilyenről beszélhetünk, nem nagyon tudja ezt megengedni magának. Igen, csak szerintem egy dologban nagyon visszatérek az előbb a megtakarításokra. Én azt hiszem, hogy ott követtem el az indulás hevébe a legnagyobb hibát, hogy túl nagy megtakarításokat ajánlottam föl, abban a reményben, hogy ez később megváltozik. Nem változott meg. Én amikor ezt elkezdtem, 53 millió helyett az első indulást, hogy lássa a főváros is, hogy ezt érdemes velünk ezt megpróbálni ezt a dolgot, 43 millióra az abban a reményben, hogy ez aztán az évek alatt utoléri magát és előrébb megy. Nem érte utol magát, ott maradt. És mi történt, mikor azt mondtam, hogy hát gyerekek, az van a szerződésük, hogy utána nézünk és megnézzük, hogy mi az, amin javítani kell. Azt mondták, ne haragudj, Gyula, aláírtad. Tehát én ezt a hibát magaménak tudom, ezt a hibát én követtem el, mert nekem már akkor tudni kellett volna. Na de hát honnan tudtam volna, amikor én még a mai napig is abban a tudatban vagyok, hogy az lenne a jó egy személyes KHT, ha én vagy a SAS, vagy a mit tudom, melyik színház lenne a KHT, és a fővárossal szerződne. A másik vélemény az, hogy a fővárosé legyen a KHT, és ő szerződjön a fővárossal. Tehát itt, amellett, hogy én azt mondom, hogy az egyetértésem itt van, persze, mert egy vitában valakinek nyerni kell, mert nem megy előre a dolog, azt mondom, jó, én ezt elfogadom, de a véleményem az, ami háború előtt is volt, csak nem KHT-nak hívták. Volt egy társadalom, aki megpályázott egy pénzt, egy városba, vagy egy színházat, és akkor azok kapták azt a támogatást, amit kaptak, és a többit hozzászerezték. Vagy a többit hozzászerezték, vagy megbuktak, és 3 perc alatt eltűntek. Kérem szépen, a Vidám Színpadnak van egy nélkülözhetetlen munkatársa, aki intézményesen csak Julikának ismer mindenki, Zsigmondó Juli következik, aki elmondja összefoglalva röviden a véleményét erről az egész történetről. Juli, aki jobb keze volt Bodrogi Gyulának, és aki szinte mindent tud a színházról. Majdnem, hogy itt születtem ebbe a színházba, picit arrébb az Operett Színházba, de utána már rögtön anyám itt dolgozott, és akkor még a régi, gyönyörű Vidám Színpad volt a szecessziós, fehér arannyal, páholy sorral, amit aztán átépítettek sajnos, és az gyönyörű volt. És akkor még a régi társalgó és a régi nagyok, én még ültem egy autóba, amikor pendliztek az Urai Tivadarral, az ölébe, mint kislány, Tompa Pufival, nagyon sokan játszottak itt a régi nagyok közül, és bizony azokat én mind ismertem, úgyhogy nekem ebbe a falakba beleívódott a gyerekkorom. Az, hogy most ugye KHT lett a Vidám Színpad, és néhány nap múlva Bodrogi Gyula megválik ettől a színháztól. Ez mit jelent? Teljes életmódváltozást számomra, és az itt lévő kollégák számára is. Az, hogy KHT, az ugyanaz marad. De 20 év együtt Bodrogival, az nagyon sok, ahogy mondani szokták, gombozból is.
tényleg többet töltöttünk együtt, mint a családdal. És az az egész színház olyan volt, mint egy nagy család. Most egy kicsit szétzűlött a család, és pontosan azért, mert bajok vannak, gondok vannak, mármint a változásból. Házon belül sokszor marakodunk, mert valahol le kell az idegességet vezetni, de ugyanakkor ez a kis csapat így összefog, és bízunk a jövőbe. Ugye? Mi a jövő? Mert ugye a jövő az sok minden lehet. Jövő lehet kétféle dolog. Vagy az új direktor, mert ugye új direktor lesz. Innen kerül ki ebből a csapatból, vagy betesznek kívülről valakit? Nézze, én nem tudok másnak a nevében nyilatkozni. Én szerintem a jövő az, hogy feladathoz, munkához, szerephez jussanak a kollégáim. Ez a jövő. De hogy kivel, hogy, mikor, milyen módon, ez ma még 14-e van, ez ma még teljesen titok. Lehet, hogy durva vagy csúnya, amit kérdezek. Nem volt túl nagy kabát Bodrogi Gyulának ön szerint ez a KHT, vagy ennek a színháznak a vezetése ma 2001-ben, vagy tegnap 2000-ben? Hát én inkább azt hiszem, hogy 2000-ben, 2001-ben. Azt hitte a Gyula, ha azt hiszem mondhatom, hogy KHT lesz, és az élet sokkal egyszerűbb. Vállalkozhat, könnyebben tud ezt-azt csinálni, és sokkal nagyobb akadályokba, falakba ütközött. Sokkal nagyobb volt az adminisztráció. Egyszerűen azt hiszem, hogy ő ebbe túl nagy kabátba bújt bele. Happy end van. Happy end lesz. Kérem szépen, bizakodjunk ebbe, kellemes boldog új évet a Vidám Színpad társulatának, kedves vendégeinknek, önöknek is kedves nézőink, és hát nézzék továbbra is a Vidám Színpad előadásait, és természetesen a hírigazadásait is, amivel legközelebb jövőre jelentkezünk.